Február 27-e A szüleink Mai igénk Mózes második könyve 20. részének 12. verse Tiszteld apádat és anyádat. Minnyájunkat fenyeget az a veszély, hogy a szüleink iránti szeretetet megelőzi valami, ami miatt nem tudunk velük igazán törődni, és elvárjuk, hogy ezt értsék is meg. A diák azt mondja, tanulnia kell, nem tud részt venni a családi tennivalókban. A pálya kezdő sem él rá az öregek régi történeteit hallgatni. A szellem sok időt vesz igénybe, a kisgyerekek házhoz kötnek, nem tudjuk a szülőket látogatni, írni sincs időnk nekik. Aztán mi magunk is öregszünk, és fárasztanak a még idősebbek. Ők persze segítsenek kapcsolataikkal, pénzükkel, maradék erejükkel hiszen mindenre szükségünk van. Legjobb, ha most egy imádsággal járulunk Isten elé. Istenem, bocsáss meg, hogy természetesnek tartom, hogy a szüleim törődjenek velem, de én alig szoktam őszintén érdeklődni, hogy létük felől. Megszoktam, hogy megbocsáltanak nekem, én pedig kegyetlenül szemükre vetem gyengeségeiket. Köszönöm, hogy még mindig imádkozhatom éltük. Köszönöm, hogy sok jót kaptam tőled rajtuk keresztül. Köszönöm, ha örömet is tudtam nekik szerezni. Köszönöm, hogy sok áldásban az ő imádságuk által van részem. Kérlek, vedd őket körül gyengét szereteteddel, és taníts meg engem is el. Add, hogy észrevegyen, miért van szükségük, s azt örömmel tudjam nekik nyújtani. Segíts, hogy a tőlük kapott szeretetet továbbadjam saját gyermekeimnek, szüleim hibáit pedig ne ismételjem meg. És könyörgök, add meg nekik a legtöbbet, amit a földön megkaphatnak, a benned való élő hitet, bűneik bocsánatát és az ők életet. Jézus érdeméért. Amen.